kedves gyerekek, kedves testvérek, én azt látom, hogy a mai világban, hogy mondjam, az emberek külön kis szobájukban, hogy hát szétszélednek. Régen volt 3-4 generáció egy udvaron, jól érezték magukat az emberek. Hát ugye, gondoljunk csak vissza, hogy mennyi pad volt a falvakban is, akár hát üvegcsűrön is. És vasárnap délután mindenki kiült, és ez a kapu előtt is, az is, kis csoportosulás, a gyerekek együtt játszottak, a felnőttek, idős nénik, térfigyelő kamerák jártak, hogy mondjam, lám-lám, ki mit csinál, de együtt voltak. És jó volt templomba elmenni, és templom után senki nem sietett haza, hanem hát a férfiak egy pohár borra, vagy erre-orra, világ dolgait megbeszélni, kocsmákba is. Hát annyian voltak, emlékszem, hogy hát de nem csak az italé, hanem az együttlétért. Hogy megváltozott ez a világ? Most mindenki építi magának a kicsi, hát hogy mondjam, kriptáját, ugye, mindegy mumia beül oda a lakásába, és reggeltől estig csinosítja, és talán nem lát vendégül senkit. Nem? Valakit kikísértem Szeredába, ugye én ott nőttem fel, és emlékszem bányász koromba is, hát ott volt egy ilyen nagy söröző. Annyian voltak mindig, hogy rengetegen, mindenki mindenkivel beszélt. Most bementem, a négy falon négy nagy plazmatéve, sarokban ilyen gépek, és mindenütt egy-egy ember. Nem láttam két embert beszélgetni. Mindenki magányos. Igen. Hát nézzük meg, József, az egyiptomi Józsefet miért tiszteljük? Eladják rabszolgának. Hát ennél nagyobb rossz nem történhetik. Saját vér szerinti édes testvérei megfogják, beledobják egy gödörbe, és a legelső karaván, hogy abban az időben 15-12 éves fiút, mint a cukrot úgy megvették, pénzét. Eladják. Vigyétek, amerre akarjátok. Elviszik Egyiptomba. És az a gyerek nem elkeseredik, nem elcsügged, hogy milyen szerencsétlen vagyok, hanem küzd, talpra áll, ügyesen. Végül oda jut, hogy a faraónak a helyettese, gazdasági miniszter, pénzügyminiszter, mondanák ma. És akkor, hát éhínség támad, és eljön egy pár testvére. De ő tudja neki, hány testvére van, és hol van a legkisebb, a kis Benjamin. Hát otthon maradt apukánkkal, mert beteg. Vagy igaz, vagy nem. Hozzátok el őt is. Gondolta, hát azt is eladták ezek a trógerek. És akkor megjelenik a testvérével. És végül József összeszedi az egész nagy familiát. És hallottátok az olvasmányban, hogy hát nem csak a testvéreit, hanem azoknak a rokonait, szolgáit, barátait, mind. Egyiptomban van hely. Gyertek. Dolgozunk. Becsülettel. Megélünk. És valóban nagy nép, azt írja a Szentírás, hogy hát a választott nép Egyiptomban vált nagy népé. Miért? Mert volt egy József, aki összeszedte az embereket. De a mai olvas evangéliumban is, ugye Jézus felmegy egy hegyre imádkozni. Ha mehetett volna egyedül is, nem? Péter, János, nem akartok jönni, gyertek, imádkozom. De, hát ugye nagy csütörtök estén is magával viszi, együtt vannak. Mondhatnánk azt, hogy mennyi gondja, baja van Jézusnak, még ilyenkor is van türelme ezekre az emberekre? Igen, úgy tűnik, hogy van türelme. Közösséget formál. Maga köré összeszedi az embereket. A testvéreim, aki közösséget épít, az Isten útján jár. Aki egy közösséget szétpal, hát az a gonosz lélek útján jár.
A gonosz lélek az, aki mindenkit mással szembe akar fordítani. És olyan szép, ugye, mert azért gyűltünk össze, hogy drága jó Juliskanéért imádkozzunk. És tényleg, én ahányszor találkoztam, kivel jött atya, na jöjjenek, hát mondom, megvárnak az autó, olyan nincs, jöjjenek be, na üljenek le, hát mondom, nem is ide valósiak, meg minden, hát most nem akarunk mi zavar, semmi zavar. És mindig akkora szeretettel közösséget épített, formált, hogy csuda. Az, hogy mi itt vagyunk, s ennyien vagyunk, abba Juliska néninek odáig benne van mind a két keze. Igaz? És én tudom, hogy nagyon nehéz. De mégis, hát ő, én annyira csodálom, hogy olyan hamar, ugye a férje meghalt, és János bácsit, Jon bácsit látta, egyedül van, minden. Azt mondja, szüksége van annak az embernek rám. Tehát én nem a haszoné vagy a kapzsiságból, vagy nem tudom miért ment újból férhez, hanem látta, hogy van egy bácsi, akinek szüksége van az ő segítségére. És oda ment, és segített. És nekem is mindig mondta, hogy Déván, ha valami gond van gyerekekkel, bármivel, rá lehet számítani. Milyen kevés ilyen ember van. Milyen jó lenne, ha megtanulnánk tőle ezt a odafigyelést. És én tudom, hogy hányszor lejött hozzánk is, hogy hát a gyerekek meg kéne keresztelni. Amennyit is, na, karácsony van, húsvét van, gyere, lelkedre, vigyázzál, szentgyónásodat végesd el. Nekem ez olyan nagyon tetszett. Gyerekek, itt kint, első áldozók kéne legyenek, készítsük fel, na, mikor lesz az ünnepség? Gondját viselt a közösségnek. És ez nagy dolog. És tudjuk jól, mennyi betegsége, gondja volt, nehézsége volt. És minden alkalommal elmondta, hogy messzire szakadt leánya, ez itt van, a másik ott van, ez ezt csinál, azt csinál. És én azt gondolom, hogy hát én olyan jól ismertem a beszámolójából, az ő családjának minden búját, baját. De arra is gondja volt, hogy tudta, hogy Szászvárosra jöttem házszentelni, és mindig megkérdezte, hogy vannak az ottani üvegcsűriek, hogy boldogulnak, kinek az egészsége, hogy szolgál. Igen, hiába, hogy olyan régről elszakadt ő a szülőföldjéről, és itt élt Körösbányán, napra nem felejtette elő a gyökereit, az ő rokonait, akikért imádkozott, és velem misét is mondatott, amikor egyik másik beteg volt. Igen, tanuljuk meg Szent, ugye az egyiptomi Józseftől, Jézus Krisztustól, de Juliska nénitől is az, hogy a mi dolgunk micsoda közösséget építeni. Hogy lássam meg abba a lányba, milyen takaros, ügyes. Na, jó lenne ez feleségnek, nem? Na, kicsi szívem, hát már egy éve együtt vagyunk, nem akarsz egy kis babát? Neked is, nekem is jobb lenne. Na, bátorság. Nem tudom miféle. Közösség, építsük. Na, látogassuk meg anyukádat. Most az én anyámot látogassuk meg. Hívjuk meg a barátokat. Szervezzünk egy nyári találkozót. Közösséget, rokonokat. Nemrég voltam a Bőjték találkozóján. Férfi nagyon ügyesen megszervezte, több mint 400-an voltunk. Csak Bőjte Csabából 7 darab volt. Volt egész kicsi, de volt nálam idősebb is. Jó volt együtt lenni. Miért ne? Családodat. Szoktad összegyűjteni? Szoktad felhívni őket? És azt gondolom, ez a tábor véget ér, hazamész, és akkor nézd meg, hogy Márton, nagymama, hogy van? És hát, anyuka felől a nagymama éle még egyáltalán. És szépen. Van SMS, Facebookon, beírod a nevét a keresőbe, nagyon sok érdekes elé jön. És az ember beír, hogy a régi osztálytárs, barát, építsük.
hanem nem csak egy virtuális hálót, hanem egy valóságos közösséget. Adná az Isten tényleg, hogy Juliska nénit is ugyanígy imádságos szeretetünkbe újból és újból meg tudjuk hívni, de Körösbányára, családba, szeretettel, békével. Amen.